Tehát 54 milliárd forint értékben indítottunk, indítunk útjára három pályázatot, amelyek a kis és közepes vállalkozások támogatásával járulnak hozzá majd a digitális gazdaság fejlesztéséhez. Tekintettel arra, hogy a digitális gazdaság kifejezés sokféle jelentéssel bír, ezért most egy ilyen nagy jelentőségi és jelentős léptékű támogatási program esetében megosztanám önökkel, hogy pontosan mit is értünk ez alatt. Tehát egyfelől az informatikai fejlesztések összességét, amelyek a hagyományos vállalkozások működését teszik hatékonyabbá. Itt szeretnék utalni arra, hogy ez a pályázat tehát akár egy autószerelő, egy fafaragó, vagy éppen akár egy CNC megmunkálással foglalkozó vállalkozásról is van szó de ugyanakkor persze jelenti a Magyarországon jelenleg is meghatározó, de annál is nagyobb növekedési lehetőséggel bíró informatikai, szűken értelmezett informatikai ágazatról. A három megjelent pályázat, amiről beszélünk majd ma, most, tehát mindezeket a területeket fedi le. Magyarországon annak a célnak a szem tartásával igyekszünk segíteni minden tőlünk telhető segítséget megadni a magyar gazdaság digitális átalakulásához, hogy az átalakulás során megszűnő munkahelyek számát meghaladja, a lehetőségekhez képest a legnagyobb mértékben haladják meg az átalakulás során létrejövő új munkahelyek száma. Azaz, ennek köszönhetően a foglalkoztatás további bővülése szempontjából is elmondhassuk azt, hogy Magyarországon mindenki a nyertesévé válhat a digitális átalakulásnak. Ezeket a célokat, a gazdaság digitális átalakulásának a, a céljait, új munkahelyek teremtésének a célját, azt a célt, hogy a magyar gazdaságon belül a digitális gazdaságnak a részesedése tovább bővüljön, ezeket a célokat egyszerre szolgálják ezek a pályázatok, éppen ezért eh, engedjék meg, hogy, hogy gratuláljak azoknak a szakembereknek, elsősorban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársainak, akik hosszú és alapos előkészítő munka után állították össze ezeket a pályázatokat, és természetesen a sok százok ezer magyarországi kis- és középvállalatnak pedig sok sikert kívánjak. Remélem, hogy sokuk számára jelent majd kézzel fogható előre lépés, gyarapodást.